bele lehet lesni, ahogy én bele lestem? Említetted, hogy a két testvér, és mindenkinek jó lehet. Ő a mi kis tettünk, ugye ezt odaadjuk a kismamának, kispapának, hiszen ők tudják, hogy mikor fognak menni szülni, azt mi nem tudhatjuk előre. Tehát, hogy ezt egyszer lehet felhasználni, vagy ezt többször is? Vissza nem lehet fagyasztani, ez olyan, mint a tök főzelék, tehát ezt egyszer kivettük, azt vissza már nem csak. Tényleg? Milyen óvigon álltál? Nem szabad mondani. Itt nézzétek újra és újra ezt a halást, és akkor látjátok, hogy mi van benne. Támogatunk a Krió Intézet, Magyarország első családi őssejtbankja. 20 éves szakmai tapasztalat, hazai tárolás. Sziasztok! Suci Timivel, Zolival és Zselykével megérkeztünk a Krió Intézetbe Budapestre. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kacsári Eszter vagyok. Majd nem is sokáig a Timmel. Kacsári Eszter. Te készülhetünk ezt el? Igen, köszönöm szépen, nagyon örülök neki. Velem is! Molnár Zoltán. És a Zolival. Természetesen biztos. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Mindenkivel tegeződhetünk, és akkor fáradjatok beljem. Köszönjük! Utána néztünk ugye alapvetően az őssejt levételnek, mi már Zselykénél is, Zselyk előtt is gondolkoztunk azon. Hát Zselykét meg is mutathatjuk egyébként közben, hogy egy tulipán már magáévá is tett, és apával szerelmeskednek a tulipán körül, de hogy boróka van a pocakodban, tehát most róla van szó tulajdonképpen. Így van, viszont mi Zselyci előtt is még gondolkoztunk azon, hogy nagyon-nagyon szeretnénk. Amikor nem saját részre használják föl, a donoros felhasználásnál legjobb eséllyel édes testvérek között használható fel. Ott már ugye nem mondhatjuk ki, hogy 100% nyilván, de nagyon-nagyon jó eséllyel felhasználható édes testvérek között. Ugye a Krió Intézetnek is azok a transzplantációk, ahol nálunk tárolták a mintát ott zömébe, erről volt szó. Egyébként azért, mert a nagyobb gyermeknek ugyanez volt a szitu, a nagyobb gyermeknek nem volt mintája, a kisebb gyermeknek hál' Istennek már volt, és minden alkalommal megfelelt a testvérnek a mintája. Egyébként ugye most nálatok is, ugye, mivel ez a helyzet fönnáll, ez nagyon fontos ez a szempont, hogy akkor ezzel a levett köldökzsinórvérrel akár mindkét gyermek számára is jó eséllyel egy biztosítékot jelenthet. Említetted, hogy a két testvér is mindenkinek jó lehet, tehát hogy ezt egyszer lehet felhasználni, vagy ezt többször is. Tehát úgy mondom, hogy ha ez le van fagyasztva most, és mondjuk netán az egyik gyerek beteg lenne, ezt felolvasszátok, vagy kiolvasszátok, bocsánat, és akkor fel lesz használva, vagy egy bizonyos mennyiség kell ahhoz, hogy a gyógyulásához neki ez elég legyen, és ha marad, akkor vissza lehet esetleg fagyasztani, vagy ez után onnastól kezdve már... Egyszeri alkalom is kész. Többszöri felhasználásra úgy van esély, hogy ugye osztva tudjuk tárolni a mintát, ami azt jelenti, hogy nem bár egy tároló kazettába, de ketté osztva, tehát gyakorlatilag lehegeztve tároljuk el a mintát. Ebből kifolyólag ugye ez a többszöri felhasználásra, konkrétan a kétszeri felhasználásra ad lehetőséget, amennyiben a mennyiség engedi. Tehát ez nagyon fontos, hogyha az egész kell, akkor az egészet kiolvasztják. Hogyha viszont nem kell az egész, akkor nem kell az egészet kiolvasztani, mert ahogy ugye Zoltán kérdezte, tehát vissza nem lehet fagyasztani, ez olyan, mint a tök főzelék, tehát ezt egyszer kivettük, azt vissza már nem csak. Tényleg? Milyen óvigon álltál? Kocincsunk. Hogy szoktunk inni? Egészség. Ő a mi kis tettünk, ugye ezt odaadjuk a kismamának, kispapának, hiszen ők tudják, hogy mikor fognak menni szülni, azt mi nem tudhatjuk előre, és ők viszik magukkal a kórházba, ott odaadják a szülőszobán, onnantól ott ők fogják tudni, hogy mi a teendő. Tehát előre csak a szettet kell kifizetni. Az mennyibe kerül egyébként? Ez ugye csomagtól függően, igen, ez ilyen 25-35 ezer forint körüli összegek, tehát attól függ, hogy milyen csomag, ugye, hogy minek a gyűjtésére való eszközök lesznek benne. Ez a nagyság. Hogy különbözőek vannak? Igen, igen. Mi a különbség alapja? Hát attól függően, alapja? Hogy például csak köldökzsinórvért gyűjtünk, vagy köldökzsinórvért és szövetet, vagy köldökzsinórvért szövetet és placentavért is. Tehát ugye az a szövet az azt jelenti, hogy a köldökzsinór az egy darabja. Így van. Ebben a szedben 36 óráig szomahőmérsékleten teljesen jól el van a minta,
És nagyon fontos, hogy ez alatt az idő alatt bekerüljön a laboratóriumba, és elkezdődhessen a feldolgozás, illetve majd a végén a fogyasztás. Na most közelem a segédkezek egy kicsit, mert én mindig olyan kíváncsi vagyok arra, hogy a dobozok mit rejtenek. Szerintem minden csaj ilyen. Teszteljük, mi van a dobozban. Aztán majd úgy is segít. És a beszállítás, csak hogy befejezem a választ, az ugye úgy történik, hogy van egy vérszállító futárcég, akikkel mi szerződésben vagyunk, tehát amikor meg történt a születést, visszakapja apuka a dobozt, nem kell semmit megjegyezni, mert ilyen teljesen izgatott állapotban lévő apukák számára ilyen jó feltűnő, nagy piros telefonszámot tettünk rá, bármelyiket, ez ilyen 0-24-ben ügyeletben vannak, tehát ha éjszaka van is, nyugodtan egy órán belül föl kell hívni. Csak tűzoltókat hívna az ember. Így van. Ha esetleg elájulnak, ott leszünk mi is. Jó, valaki ez hívja. Ez így jól jön egyébként. Nézzük is meg, ha már belekíváncsiskodtunk. Így van. Ez egy ilyen egészségügyi dokumentáció, ezt majd ki kell tölteni szülés előtt. Egy csomó kérdés van benne. Volt-e ez, volt-e az, ki mit szedett, stb. Ez a záró matric, ez miért kell? Ez majd a legvégén a kórházban, amikor már benne van a minta, ezzel fogják lezárni. De ez már az orvos. Ez már az orvos, így van. Szülésznő egyébként többnyire, azért van csak itt benne, hogy ne vesszene. Családban marad ez is, mert itt nálunk az orvos a nagybácsi, a szülésznő pedig az felesége. Tényleg? Igen. De jó lesz ez. Azért így nagyobb biztonságérzetet ad ez, nem? Abszolút a bizalom. Ezt majd neki is lesz feladata, mert ugye van olyan része, amit az orvos tölt ki, a gyermek adatai is ebbe fognak kerülni, illetve ugye neked pedig előtte, még szülés előtt érdemes ezt megcsinálni, mert egy csomó adat van benne, hogy ne a kórházba kelljen ezzel már fáradozni. Ez egy ilyen úgynevezett instant jég, ugye visszatérve a fagyasztásra, tehát ezt az orvos vagy a szülésznő megtöri, ez a megfelelő hőmérsékletet tartja majd ebben a szedben, ami véletlenül sem a fagyott állapot, mert ezt nagyon nem szeretnék. Mondta. Lesz anyai vérvételés, de szerintem ez lesz akkor a legkevesebb. Vélhetően. Ugye egyébként teljes körű virológia, bakteriológia, stb. Tehát anyai vérből ugyanúgy meg lesz nézve, ahhoz szolgál ez. Ez a magának a zsinórnak a gyűjtésére, tehát a köldök zsinórból egy ilyen 15-20 centis darabot válnak. Ebbe a kis ampulába ugye így bele lehet hajtogatni. Ez ilyen... Tulajdonképpen egy hosszabb köldök zsinórnak nagyjából a harmadát, ugye? Hát igen, mikor igen. Mennyi, de mondjuk minimum ugye rá is van írva. Igen, hogy minimum 15-et kéne venni. Ez egy ilyen fiziológiás sordat, ezt beleöntik, hogy ne száradjon ki, amíg beír a laborba. Ennyi, tehát ez viszonylag egyszerű, szoktam mondani, hogy ezt el se lehet rontani. És akkor ugye ez pedig a köldök zsinór vérnek a gyűjtésére szolgál. Ez így néz ki. Hát gyakorlatilag ilyen infúziós tasakhoz hasonló. Azért mondanám, hogy aki először fog szülni, azok lehet, hogy nem tudják, hogy ugye ez nem fáj. Mert ez szokott semmi. Lenni még egy nagy kérdés, hogy úristen, ez főleg aki fontos. Először szül annál, fontos. Hogy és mi történt. És akkor, ha már itt tartunk, akkor azt is ehhez tenném hozzá, mert ez is gyakran fölmerül, és jogos aggodalom esetleg a kismamák részéről, tehát először is igen, nem fáj, sem a babának, sem az anyukák, semmilyen kockázata nincsen. Ugye gyakorlatilag a köldök zsinór van megszúrva, ami senkinek sem fáj. De ami ennél esetleg többször szokott aggodalomra okot adni, az az, hogy de hát nem veszik el azt a vért a kisbabától, vagy hogy hát, hogy ilyen sokszor még hogy akár szülésznek. Igen, hogy hagyjuk rajta, és stb. És akkor az majd ott jó lesz neki. Ugye nagyon fontos, hogy részünkről semmilyen javaslat nem történik a kórház felé, tehát ők pontosan csinálják úgy a szülést, ahogy amúgy is szokták. Pontosan vágják el akkor, amikor amúgy is elvágnak. Tehát mi nem valami elől vesszük el, hanem amikor már amúgy kidobnák gyakorlatilag azt a köldök zsinort. Tehát ugye sajnos vagy nem sajnos, ebben megosztanak a vélemények, hogy van ennek haszna vagy nincs, hogy mondjuk egy 10 percig pulzáló köldök zsinórnak bármi haszna volna, mert azért az már nem igazán jut be egyébként a gyermek véráramába, de a lényeg az, hogy ha jó, ha nem, ezt nem várják meg egyik kórházba se. Tehát általában a legtöbb kórházban az ilyen egy perc után mondjuk elvágják a köldök zsinort. Tehát mi nem akarunk ebbe a folyamatba beavatkozni. Azt szeretnénk, hogy ha már elvágták, akkor vegyék le a még pulzáló köldök zsinórból
a vért. Úgyhogy tehát, lehet az után is egyébként, hogy elvágták, lehet az előtt is, hogy csak elzárják és úgy leveszik belőle, de az a lényeg, hogy semmiképpen semmit sem nem veszünk el a kisbaba előtt, tehát ez nagyon fontos. És nem is fáj, és nincs is semmilyen kockázata. Az a lényeg, hogy ezt a szettet kell csak előre kifizetni, és ugye ezt is csak azért, mint mondtam, mert ezt odaadjuk, hogy ezzel lehessen menni a kórházba. De ha, ne adj Isten, előáll az a szituáció, hogy egyáltalán nem is sikerül mintát gyűjteni, mert teszem azt, nem tudom, megszületik a kocsiba odafelé, akkor nem kívánok ilyen. Gyors a suci, Timi, de majd figyelünk. Tehát, hogy addig Andiék nem érnek oda. Igen. Tehát bármi előállhat, ne legyen, de ne adj Isten, ez történik, tehát nem is sikerül a mintát gyűjteni. Akkor így, ahogy van, visszahozzátok, akkor annak is visszaadjuk a zárát, és kész. Tehát nincsen regisztrációs díj, nincsen, nem tudom, nincsen olyan díj, amit azért ki kéne fizetni, csak azért, mert mi aláírtunk egy szerződést, de végül nem lett semmi, akkor nem kell fizetni semmit. Tehát akkor nem tesszük el, ugyanígy, korrekt, hogyha... ugyanígy nincs fizetni való vele kapcsolatban. Melyiket adod oda, Borina? Senki. Nehéz döntés. Ezeket. Na, kettő. Tegyem meg azt a jó szívedet. Jó szív. Nagyon jó szívű vagy. Tudod, hogy mit jelent az, hogy jó szívű? Egyébként így bele lehet lesni, ahogy én bele lesem? Nem, ez le lesz ragasztva, tehát jó. Amikor már mi sterilen átadjuk, azért jó, hogy most így meg tudtuk nézegetni, mert egyébként erre már így nincs lehetőség, amikor átadjuk a szettet, az már le van akkor ragasztva. Akkor felhívjátok a figyelmet arra, hogy nem szabad kibontani. Tehát nem szabad kibontani. Itt nézzétek újra és újra ezt a adást, és akkor látjátok, hogy mi van benne. Most pedig már csak annyit csinálunk, gyere Zsejke, te is! Gyere! De mit kapod? Sziasztok! Sziasztok! Moti, mit van neked? Nem kaptál! Nagy vitt, de jól néz ki! Mutasd meg felé! Mi van rajta? Mutasd meg felé! Azt! Na hát, Zsejke, öröm könnyeivel búcsúzunk! Sziasztok! Sziasztok!